Hányadik film szemléd ez? Fú. Jó kérdés, nem tudom. Hát szerintem egy olyan tizedik már biztos. Hát nekem a Coming Out idén a filmem, itt a filmhéten, ami már ugye decemberben volt a mozikba, tehát azt már nagyrészt aki akarta moziba látta, sőt azt hiszem, hogy már tévébe is. De hát még ez egy ilyen utolsó lehetőség nagyvásznon megnézni jó minőségbe, jó képpel, jó hanggal, úgyhogy remélem, hogy azért még most is lesznek, akiket érdekel. De ez pont most voltam egyébként Utrechtbe, az a holland megfelelője ennek a itteni filmszemlének, vagy filmhétnek, és hát nagyon jól volt megszervezve, Utrechtbe zajlott, rengeteg vetítéssel, programokkal, és a végén egy nagy díjátadó, valamint a tévé is közvetít, úgyhogy reméljük, hogy a filmhét is majd egyszer olyasmi lesz. Mik a különbségek és mik a párhuzamok a magyar és a holland filmgyártás között? Hát szerintem úgy igazándiból nem sok minden. Méretében lehetne talán összehasonlítani, tehát nagyjából hasonló mennyiségű film készül. Mondjuk az nagy különbség, hogy Hollandiában a legkisebb kisvárosba, faluba is vannak mozik, és ezáltal nagyon sokan elmennek a holland filmekre. Itthon meg tudjuk, mi a helyzet, tehát még egy nagyobb városban is adott esetben nincs mozi, tehát nem lehet megnézni magyar filmeket. Úgyhogy ez mindenképpen különbség a filmeket tekintve, pedig szerintem a magyar film fesztivál szinten én azt gondolom, hogy jobb, mint a holland film, tehát a magyar filmek nagyobb sikereket értek az elmúlt években a legnagyobb, legfontosabb fesztiválokon, mint a holland filmek, de hát mindig jönnek új generációk, és lehet, hogy a holland film is hirtelen nagy sikereket fog elérni. Esetleg arra tudnál válaszolni, hogy a holland rendszerben könnyebb pályázni, vagy könnyebb helyzetben vannak a pályázók, mint itthon? Hát ezt most nem tudom még, mert most lesz majd az első olyan alkalom, hogy konkrétan az én projektemmel is pályázunk. Szerintem, de amiket eddig tapasztaltam, vagy más filmesekkel ott beszéltem, igazándiból hasonló szerintem a helyzet.